magyar kormány támogatásával újult meg a nagydobronyi református líceum. Ismét segítséget nyújtott Kárpátaljának a Magyar Református Szeretetszolgálat. Hálaadó Isten tisztelet a Beregsomi Református templom felújításáért. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Hitélet mai műsorában. Ünnepélyesen megnyitotta a tanévet a 4 kárpátaljai református líceum az Ungvári járási Nagydobronyban, ahol átadták a magyar kormány közel 400 millió forintnyi támogatásával felújított és új létesítményekkel bővült helyi líceumot. Ezt megelőzően ünnepi istentiszteletet tartottak. Isten igéjének üzenetét a Kárpátaljai Református Egyház püspöke tolmácsolta. Zám Fábián Sándor igehirdetésében kiemelte: a kárpátaljai magyarokat Isten megáldotta és megőrizte. Ha hűségesek leszünk hozzá, akkor ő biztosan hű marad az ő népéhez. Meg tud áldani, meg tud védeni és meg tud segíteni bennünket, fogalmazott a püspök. Ha ezt az iskolát tekintjük, akkor itt ez valóság. Ezelőtt néhány évvel csak azon gondolkodtunk, hogy érdemes egy tetőt. És utána Isten másképp vezetett bennünket. Azt a látást kaptuk, ami a külvilágnak furcsa volt, hogy ilyen helyzetben, ilyen körülmények között, ezer meg ezer negatívunk között mégis építeni, újat csinálni, nagyobbat, több osztálytermet, tornatermet. És Isten megadta nekünk azt, hogy az álmaink valóra váljanak. Ugye a magyar kormánynak a hathatós támogatása az, ami lehetővé tette, de hiába van pénz, ha nincs terv, nincs látás. És itt ez most mind összejött. Volt terv, volt látás, és Isten rendelt hozzá pénzt. Akik a pénzt adták, azoknak is köszönet és hála, mert tehették volna másfele is. Úgy látjuk, jó helyre tették, lett egy szép iskolánk, egy szép udvarral, osztálytermek, kollégium, tornaterem, ahol hiszük azt, hogy egészséges neveléssel, tanítással egészséges nemzet épül, nőül fel. Kiemelt nemzeti jelentőségű intézmény ez a liceum is. Segítő kezet a magyar kormány nyújtott, hiszen a cél az, hogy a Kárpát-medence egyre inkább egy egységes magyar kulturális és oktatási térré változzék. Erről az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke beszélt. Páncél Károly azt mondta, a magyar nemzet csak akkor lehet nyertese az elkövetkező évszázadnak, ha lesznek magyar fiatalok, akik anyanyelvükön tanulhatnak szülőföldjükön. Ennek érdekében indította a magyar kormány a Kárpát-medencei iskolafejlesztési programot. Ennek egy nagyon szép példája itt a Nagydobronyi Református Líceum, ahol közel 400 millió forintos támogatásból újult meg ez az épület, kapott 6 új tantermet, egy új tornatermet, és hát vannak még tervek a jövőre nézve is, hiszen szükség van itt még könyvtárra, újabb fejlesztésekre, szaktantermekre, és reméljük, hogy a közeljövőben ez is megvalósul, és méltóképpen folytathatják itt a diákok a tanulmányaikat. Az is egy öröm, hogy az elmúlt évtizedekben itt már több mint 700-an érettségit szereztek. A gyerekeknek a nagy többsége a felsőoktatásban tudott tovább tanulni, tehát egy kárpátaljai új értelmiség is szövődik. Úgyhogy ez az üzenet a megmaradásban, a boldogulásban nagyon fontos a tanulás, a tudomány, és ebben hozzájárul a magyar kormány is. Ugye azt gondoljuk, hogy a fejlesztések, amelyek az egyházakhoz érkeznek, azok jó helyen vannak, hiszen így jutnak el a magyar gyermekekhez, a magyar családokhoz. És egy nagyon fontos dolog még a jövőre nézve, hiszen idén februárban született egy kormánydöntés direkt Kárpátaljára, úgynevezett bázisiskola program, ahol az elkövetkezendő 3 esztendőben több mint 10 milliárd forint értékben 65 iskola fog megújulni, bővülni, megszépülni. A Nagydobronyi Református Líceum kibővített és felújított épületét ünnepélyes keretek között adták át. Az alapítók visszaemlékeztek azokra a 25 évvel ezelőtti időkre, amikor a szovjet vallásellenes diktatúra után az intézményben szerény körülmények között beindult az oktatás. Mi nem arra néztünk, hogy most milyen nehézség van, hogy van épület, vagy lesz tanár, hanem azt mondta Dani bácsi,
hogy el kell kezdeni, ahogy mondtam a beszámolóban, ha kell, az utcán is elkezdjük, és egy diákkal is elkezdjük, de nem szabad egy percet se várni, mert akkor később nem lesz rá alkalom. És hál' Istennek akadtak támogatók is Magyarországról, a Magyar Református Egyház vezetősége és a magyar kormány 2010-től nem tévedtek, hiszen a megmaradás nem az anyagiaktól függ, nem is attól függ, hogy egy nép milyen fegyveres hatalommal rendelkezik, hanem abban, hogy milyen szellemi kincseket gyűjt össze, hit és a hozzáragasztott jó cselekedetek és tudomány, ez erősíti meg mindig a nemzetet. Amely a másik alapító, Szabó Dániel szerint Isten végtelen kegyelme folytán tett tanúbizonyságot a megmaradás csodájáról Európa közepén. A birodalmak elmentek, és a megtaposott nép pedig magnak minősült, mert nem ezüstöt és aranyat tapostak be a sárba, hanem búzamagot tapostak be. Elvástak a csizmák, amelyek betaposták, és amikor eljött a tavasz, kikelt a mag, amit betapostak a sárba. Eznek már Isten hatalma, kegyelme volt a munkálója, és hiszem most is, hogy amilyen mértékig mi ennek a szélesebb, nagyobb mennyei látásnak a hordozó népe is vagyunk, amelyik meghaladja azt a mindennapi, egyébként nagyon gyakorlatias, nagyon valós kérdés, hogy hogy vagyunk, és mennyi a lehetőségünk, de hiszem, hogy ahogy Isten országában gondolkozunk, még a hivatásunk vonatkozásában is Istennek gondja lesz majd mirejánk, mint az ő üzenetét, és mint az ő kegyelmes kézkinyújtását továbbító népre. Ilyen magnak bizonyult a Nagydobronyi Református Líceum. 25 évvel ezelőtti alapítása óta anyagi gondokkal küszködött. A magas tudásszintet és a mély hitet biztosító iskola népszerűsége viszont folyamatosan nőtt mindaddig, amíg a körülmények kritikussá váltak. Az omladozó vakolat és a kopotlan bérja között a fiataloknak nem nagyon volt kedvük tanulni. Sokkal nehezebb volt őket motiválni. Amikor reggel bejöttek és egy ütött kopott osztály fogadta őket, akkor eleve egy rossz lelki állapotba kerültek. Most ebben az új épületben a diákjaink motiváltabbak, sokkal több jelentkező van, jobb képességű gyerekeket kapunk, akik aztán majd sokkal jobban is szeretnének tanulni. Szóval úgy látjuk, hogy a környezetnek a változása a diákok hozzáállására is motiváló hatással van. Nem csoda, hiszen európai külsőt és belsőt kapott az intézmény, tágas, rendezett udvart, modern tornatermet. A liceum egy reményt, egy jövőképet kapott ezáltal a magyar kormánytól. Diákjaink létszámában is megmutatkozik, hiszen több a jelentkezőnk. Miért is? Ugye három különböző kollégiumban nem igazán modern körülmények között voltak addig elszállásolva. Most itt ezt az iskolaudvart, ha nézzük, itt összesen 130 diákot tudunk elszállásolni. Jók a körülmények, minden kollégiumi szoba rendelkezik külön vizes blokkal. Megadtuk úgy gondolom az itteni magyarságnak is azzal, hogy az iskola felépült, azt a lehetőséget, hogy már 5. osztálytól jöhetnek hozzánk a diákok, és ez a szülőknek is egy bizonyos nyugalmat ad. Tudják, hogy biztonságos környezetben vannak a gyerekek, oda van figyelve rájuk, hiszen 5. osztálytól már nincs napközi a középiskolákban, mi a napközis lehetőséget is biztosítjuk, naponta 4-szeri étkezést a gyerekeknek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy óriási változás, amint végbe mentünk, és egy nagyon nagy lehetőség, amiért nem tudunk elég hálát adni. Tehát ez érdemünk felett kaptuk az Úrtól, kegyelemből, és reméljük, hogy a jövőben erre rászolgálunk, és reméljük, hogy az iskola be tudja tölteni még nagyon sok évig a küldetését. A tanévnyitón elhangzott, hogy a 4 kárpátaljai református líceumban összesen 512 diák kezdte meg az új tanévet. A tanintézetekben folyó oktatás színvonalát jelzi, hogy az idén érettségizett 145 diák közül 136-an folytatják felsőoktatási intézményekben a tanulmányaikat. Folytatódik a Magyar Református Szeretetszolgálat missziója Kárpátalján. Majd Beregsomba látogatunk, ahol a református templom felújításáért adtak hálát a hívek. Legnehezebb helyzetben az itt élő testvéreink, illetve Erdélybe is jutottunk.
Hathatós segítséget nyújt Kárpátaljának a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Legutóbb mintegy 7 millió forint értékben hoztak adományokat a megyébe. A szervezet támogatási szándéknyilatkozatot írt alá Beregszászon a főleg beteg gondozást végző kárpátaljai keresztjén diakóniai jótékonysági alapítvánnyal. Ennek értelmében a Szeretett Szolgálat vállalta, hogy rendszeresen biztosít orvosi felszerelést, kerekesszékeket, mankókat és egyéb eszközöket az alapítvány számára. A Református Szeretett Szolgálat munkatársai az aláírásra sem érkeztek üres kézzel. A legnagyobb értékű adomány egy 4,5 millió forint, amit egy holland segélyszervezet közvetítőjeként hoztunk most el. Ne felejts otthonnak, akik a fogyatékos gyermekeknek a fejlesztő felkészítését vállalták. Ne felejts otthonnak a bővítésére szánt adomány, és ennek a támogatási szerződését írtuk alá most Zámpüspök úrral. Szükség van még segítő kezekre. A találkozón a Kárpátaljai Református Egyház püspöke elmondta, a mezővári Ne felejts központban sérült gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése zajlik. Zám Fábián Sándor hozzátette, a Beregszászi járás 12 településéről minden hétköznap szállítják ide a gyerekeket. Az igény a foglalkozásokra egyre nő, ezért van szükség a fejlesztésekre, fogalmazott a püspök. Ez egy régi malom volt, és maradt a malomból, ami maradt. Mi a gyerekek számára alakítottuk úgy át, hogy már 5 éve tudunk ott dolgozni, de a második és a harmadik szint az eddig nem volt kialakítva, nem volt rá pénz. Most megkaptuk azt a támogatást, amivel el tudunk indulni. Nem biztos, hogy ebből be tudjuk fejezni, de meg tudjuk venni a szükséges tetőtéri ablakokat még most, és be tudjuk őket helyezni. Nagyon készültünk erre a napra. A találkozót követően a Szeretett Szolgálat munkatársai felkerestek több a Református Egyház által működtetett intézményt. A nagydobronyi irgalmas samaritánus gyermekotthonban pénzadományt nyújtottak át a meghibásodott kazán cseréjére, valamint iskolatáskákat, tanszereket, kerékpárokat, ruhaneműt és üdítőt adtak át. Magyar Református Szeretett Szolgálat jelmondata, hogy jobb adni, és egy picit úgy elhasználódik ez a mindennapok során. Így vannak az e-mail címeink, jobbadni.hu a honlapunk, és hát valójában ilyenkor érezzük meg azt, hogy miről is, miért is ez a jelmondatunk, hogy jobb adni. Én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy láthattam ezeket a gyermekeket, és hogy láthatom őket felnőni, mert most már harmadik éve járok ide, és aki eddig karonülő volt, az most már a saját lábán jár, aki a saját lábán járt, az már most már futkározik, és az énekkarban is énekel, és így tovább. Nagyon hálás vagyok ezért, hálás vagyok Istennek, hogy lehetőségeket, kapukat nyit számunkra, és azokat a kapukat mi megnyitva tovább tudjuk adni azokat az adományokat, amiket kapunk. Hálás vagyok a szüleimnek is, hogy szociális érzékenységet, ha lehet így fogalmazni, ültetett belém a családomnak, feleségemnek, hogy nélkülöz napokon keresztül, miközben nekem hasonlókorú gyermekeim, 3 kisfiam vár otthon, úgyhogy igazság szerint tényleg nagyon, nagyon hálával teli most a szívem, hogy ezt a 2 napot itt tölthetjük. Amivel ide konkrétan érkeztünk, azok különböző olyan adományok, amiket vagy a lányok, vagy az itt dolgozó kollégák tudnak hasznosítani. Természetesen, mint mindig, most is hoztunk tartós élelmiszert, hiszen az a konyhán 71 gyerek ellátásához nagyon nagy segítség. Ami most újdonság és nagy öröm a lányok számára az, hogy bicikliket hoztunk, amiket elsősorban a főiskoláskorú lányok fognak használni, hasznosítani. És hát így augusztus végén, szeptember elején egy nagyon fontos adomány tud lenni, és hála Istennek rengeteg támogatónk adományozott tanszereket, hogy rengeteg tanszert, iskolatáskát tudtunk hozni a lányoknak, és sok új és használt ruhát, cipőket, ha jól tudom, minden lánynak legalábbis darabra tudtunk hozni egy-egy pár cipőt, illetve akkumulátort az itt élő kerekesszékes kislány számára, és egyéb kis kedvességeket, higiéniai termékeket, kis üdítőt, cukormentes üdítőt, nem biztos, hogy az íze kedvéért fogják szeretni, de ez egy egészségtudatos döntés volt a részünkről, hogy ne cukrozott italokkal
kedveskedjünk a lányoknak. A Nagydobronyi nagyrészt sérült gyerekeket gondozó gyermekotthonban még kora tavasszal meghibásodott mind a két épület kazánja. Cseréjükre közel 10 millió forintnak megfelelő összegre van szükség. Ebből 1 millió 200 ezer forintot a református szeretet munkatársai gyűjtöttek össze. A gondoskodás házában teljes mértékben kiukadt a kazán, úgyhogy ott már nem is tudtuk volna elkezdeni a fűtésszezon. Az itteni kazánok még bírták volna egy darabig, azonban mégis érzékelhető volt, hogy már nem volt meg az a hő, amelyre szükségünk van. Odabent a kisebbeknek, a sérülteknek, ugye legfőképpen persze az idősebbeknek is, de a hőérzet nagyban csökkent, és ezért szükséges kicserélnünk ezeket a kazánokat is. A holland testvérek jóvoltából akkumulátorok is érkeztek a gyermekotthon motoros kerekes székeibe. Ennek az intézménynek a léte, a gyermekeknek az élete, a boldogság, az itt léte, a fejlődése, az örömmel mosolya, én úgy gondolom, hogy mind-mind visszautal az Isten hatalmas kegyelmére, az Istennek a szeretetére, annak a hatalmas Istennek a kegyelmére, aki mindig kirendel adakozókat, önkénteseket, kirendel szervezeteket, kirendel cégeket, magánszemélyeket, akik azt érzik, hogy abból a hatalmas kegyelemből, amit ők kaptak, valamit tovább kell adni. Ide kellene eljutni nagyon sok embernek. Adományban részesültek a Magyar Református Szeretet Szolgálattól a Nagydobronyi roma gyülekezet gyermekei is. Ők is kaptak iskolatáskákat, tanszereket, ruhaneműt és élelmiszert. A Magyar Református Szeretet Szolgálat munkatársai arra hívják fel a figyelmet, hogy Kárpátalján sokaknak további segítségre lesz szükségük. A hideg idő beálltával tovább fog nőni az elszegényedő és kiszolgáltatott családok száma. Ezért, aki teheti, adományozzon a rászoruló kárpátaljaiak számára. Hálaadó Isten tisztelettel köszönte meg a Bereksomi Református gyülekezet temploma felújítását. A gyülekezet 3 éve kezdett hozzá a 15. században megépült kőtemplom külső és belső felújításához, amelyhez az anyagi hátteret pályázatok által és támogatásokból teremtették elő. Ez egy nagyon-nagyon régi vágya volt a gyülekezetnek, hogy a templomunk felújuljon. A püspök úr említette itt a beszédében, és nem sokat tódította a dolgot, tehát valóban egy nagyon leromlott állapotú templom volt a miénk, kívülről nagyon szürke, hozzá tartozik az, hogy az előző felújítás, a külső felújításról van most szó, tehát ilyen 30 évvel ezelőtt, amikor megtörtént, melléltek a költségvetésnek, és igazából a szín az azért lett szürke, mert már csak cémentes vízre maradt pénz, és ezzel oldották meg, ez volt a legolcsóbb megvalósítási forma. A belője pedig még régebbi a felújítás. Mi beszéltem gyülekezeti tagokkal, akik olyan 60-70 évesek most, és azt mondták, hogy hát ők tiszteltes akkor emlékeznek, amikor konfirmáltak tulajdonképpen belső felújítása, tehát így az időből látszik, hogy hát igazából ez nagyon régen óta kívánkozott. Kívül teljesen leromlott állapotban volt, belül a falak meg voltak repedezve, mintázatos volt a templom belseje, nem teljesen református volt így, ahogyan örökölték régebbről, úgy kapták meg, vagy úgy vitték tovább a bereksomi református hívek, de már ezek a mintázatok alapvetően nagyon leromlottak, nehezen felismerhetők voltak, és amikor belevágtunk Isten kegyelméből, amikor meglettek a források, pályázatok befolytak, ami nagyon hálás vagyok ezúton is az Ember Erőforrások Minisztériumának, valamint a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek, és rajtuk keresztül természetesen a magyar kormánynak, akik hát végül is lehetővé tették azt, hogy egyáltalán ilyen pályázatokat írhatunk a megnevezett pályázati felületekre. Tehát amikor lehetővé vált, akkor igazából nagyon megörültünk és belevágtunk ebbe a felújításba. Elhangzott a gondnok úrnak a beszéde alatt, hogy 90%-ra sikerült megvalósítani alapvetően a felújítást. Ez a maradék 10% tulajdonképpen a fűtést teszi ki, és hát ezt szeretnénk befejezni, és hát nagyon hálásak vagyunk a
kedves meghívott vendégek felajánlásának is, ami nagy meglepetésként érte a gyülekezetet, hogy ez a 10% úgy látszik, hogy meg tud valósulni. Még itt az úrasztala körül lévő tulajdonképpen kerítést kellene felújítani, és ezzel igazából fel lehetne tenni az íjra a pontot. Nagyon örülünk neki, mert egy olyan generáció vagyunk, akik nem kellett nézni azt, hogy romlik a templom, az Isten kegyelméből, az Isten dicsőségébe. Az Isten dicsőségére felújíthattuk a templomot, és ezt nem minden generáció mondhatja magáról. Az ünnepi prédikáció a Galata 5.22-23 igékben leírt lélekgyümölcseiről szólt. A lélekgyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Idézte a Biblia sorait Zsukovszky Miklós esperes. Ige hirdetésében a keresztény ember hűségét emelte ki. A hűség szó a hitből, a hit szóból, a hit fogalmából eredeztető hívség, a hívőséggel, a hittel fonódik össze, és az az ember, aki hűséges az Istenhez, az mutatja meg a hitét. Aki csak beszél a hitről, gyönyörű ékesen tud szólni róla, de Isten nem hűséges, nem tartja be az Isten parancsolatait, törvényeit, napi igéit, vezetését, az nem hűséges az Istenhez. Egy templomnak a felújítása mindig a hűségről tesz bizonyságot, egy adott közösség ezáltal mutatja meg a hűségét Isten iránt, és egy templom egy falunak, egy gyülekezetnek mindig az arca, és ha keresztül megyünk egy templomon, akkor azt látjuk, hogy az ott közösség mennyire hűséges Istenhez, mennyire tesz bizonyságot arról, hogy ragaszkodik Istenhez. Én úgy gondolom, hogy ha Bereksomon keresztül megyünk a jövőben, akkor azt láthatjuk, hogy egy gyönyörű, megújított gyöngyszem a református egyház templomainak az egyik legcsodálatosabb temploma található itt, amely mindenféleképpen az Istenhez való hűségről tesz bizonyságot ennek a mai világnak. Kell, hogy tekintsünk a jövőbe, a Kárpátaljai Református Egyházban, ebbe a jelenlegi helyzetbe, amiben a magyarságunk itt Kárpátalján él, hogy szilárdan, hűen belekapaszkodunk az Istenbe, és határozottan kijelentjük hitvalló módon, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. És ez nem érzelmi kérdés, mert ha csak érzelmileg nézzük a dolgokat, akkor siránkozhatunk magunk felett, hanem ez döntés kérdése. Úgy hiszem, hogy nekünk református embereknek elérkezett az idő arra, ebben a 21. században, hogy nem érzelmi, hanem megfontolt és elszánt döntést hozzunk az Isten mellett. Legyünk hűségesek az Istenhez. Aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztus. Az ünnepi istentiszteleten beszédet mondott Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte. A templom felújítása fontos, hiszen az nem csak a miénk, hanem unokáinké is. Akinek lehetősége van jót cselekedni, érezze magát Isten általi kiváltságos helyzetben, hogy Isten országát építheti, hangsúlyozta a püspök. A templom azért fontos, mert van közösség, és a közösségnek fontos a temploma, mert Isten tiszteletet tart ezen a helyen, és a felújítás, a szép templom, ami egy felújítás következtében a gyülekezet új otthona lehet, az hirdeti az Isten hűségét, hirdeti az Isten áldását, hirdeti a gyülekezetnek azt az üzenetet, ami magában hordozza a megmaradás tudatát. Ezért fontos egy templomot felújítani, mert a templom nem csak a miénk, hanem az unokáinké is, a jövő nemzedéké is. A háladó istentisztelet azért fontos, mert az ember nagyon hajlamos arra, hogy az elért eredményeket magának kisajátítsa. Egy hálaadó istentiszteleten a hála Isten iránt fejeződik ki, neki köszönjük meg, köszöni meg egy gyülekezet, egy közösség azt, hogy megtartotta és megsegítette őket. Tehát az Isten van a középpontban. Ez a jövő, mert az a közösség, amely Istennek köszöni meg az életét és az elért eredményeit,
azt az Isten továbbra is áldásaiban részesíti. Úgy hiszem, hogy a Sumi gyülekezet is ezt tapasztalta, és ezt fogja tapasztalni a jövőben. Mert hűséges az Úr, és a nép, amely hűséges hozzá, áldásaiban részesül. A Hálaadó Isten tiszteleten a Bereksomi Református énekkar szolgálatát is hallhatták a jelenlévők. A kórus bizonyságtétele, úgy mint a gyülekezet áldozatos templomfelújítási munkálata pedig igazi bizonyíték arra, hogy a Bereksomi élő hitű gyülekezet. Növekszik, formálódik, és Isten által elrendelt cselekvésre indítja az embert, a közösséget.